Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adásba két vendéget is hívtam, Cselovszky Katalina Lions mosonmagyaróvári soros elnöke, és Iváncsics János alpolgármester úr. Szeretettel köszöntöm mindkettőjüket, szép jó napot kívánok! Köszönjük szépen a meghívást! Az apropó pedig az, hogy a Magyar Paralimpia napja alkalmából Mosonmagyaróváron is nemrégiben lélekmozgató programokat tartottak, egészen pontosan 5 intézményben. És a alpolgármester úr azért ül itt, mert önkormányzati intézményekben, óvodákban, iskolákban is tartották, illetve ezekben tartották ezeket a programokat. De először a Katihoz fordulok, és azt kérem, hogy egy kicsit mesélj erről, hogy mi is egészen pontosan ez a Paralimpia napja, a Magyar Paralimpia napja, hogy kerültél ebbe a rendezvénybe? Hát 2017. december 12-én az országgyűlés egyöntetű határozata az volt, hogy 2018-tól február 22-én minden évben hagyományosan megrendezik a Parasport napját. Ez idén úgy indult, vagy úgy lett a kiírása, hogy önkormányzatok is pályázhatnak rá. És igazából a Szemerics Katalin keresett meg azzal, hogy mivel 2005 óta az elfogadás napján parasportok is megjelennek minden évben, tehát valószínű ez alatt a 3 hét alatt sikerül összehozni olyan rendezvényt, ami méltó lesz ehhez a naphoz. Nagyon-nagyon szívesen kapcsolódtam be, mert ez szívügyem, és épp ezért így megbeszélve, hogy mit lehet 3 hét alatt összehozni, majd jövőre sokkal nagyobb rendezvény és sokkal több híresség meghívásával meg lehet ezt csinálni, de így is nagyon-nagyon pozitív és nagyon klassz rendezvénysorozat volt. Alpolgármester úr, akkor hogy került ebbe bele az önkormányzat? Miért tartották azt fontosnak, hogy egy ilyenbe belecsapjanak? Nagyon sok minden pályázat van ugye országos szinten is, amire önkormányzatok pályázhatnak. Ez miért volt fontos, hogy legyen egy ilyen Mosonmagyaróváron, hogy elkezdjük? Jött egy felhívás az önkormányzathoz, és erre kaptuk fel mi a fejünket. És pontosan azért, mert Óváron azért megvannak ennek a gyökerei, és pont Kati az, aki ebbe évről évre és hosszú évekre vagy évtizedekre visszamenőleg nagyon sokat tett már, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy olyan programsorozat, ami koncentráltan erre fókuszál, mert ugye voltak elszórva különböző rendezvények, és akkor talán kicsit jobban rá lehet világítani, jobban a reflektorfénybe kerülhet ez az ügy, hogyha koncentráltan több rendezvény rövid időn belül megrendezésre kerül, és ráadásul önkormányzati intézményekben is. Azért így a szociális ügyeket én azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon kézben tartja, nagyon figyel ezekre a dolgokra, tehát hogyha akár a dolgozókat nézzük, hogy hogyan figyelnek rájuk, akár azokat a dolgokat, hogy milyen programokat szerveznek, az elfogadás is nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat minél inkább ezt a történetet, ezt a dolgot, ami velünk él, terjessze. Most iskolákat céloztak meg, illetve óvodákat céloztak meg. Igen, hát ugye ennek Katia szakértője, de azért mi is úgy érezzük, hogy minél korábban kezdjük ezt az érzékenyítést, azt hiszem ez a megfelelő szakszó erre, annál jobb eredményt tudunk elérni. Annál természetesebb lesz a gyerekeknek, hogy vannak olyanok, akik valamilyen fogyatékkal küzdenek, és attól még ugyanolyanok, mint mi, ugyanúgy éreznek, ugyanolyan céljaik lehetnek, akár sportban, akár más területen, és hát egymás mellett, egymás segítve kell valahogy véghez vinni a céljainkat. Kati mindjárt beszél a programokról, hogy mik voltak egészen pontosan. Hát kérdezem meg, alpolgármester úr ellátogatott itt valamelyikre bele kukucskát, hogy mi történik itt a gyerekekkel? Mert biztos izgalmas volt. Most nem tudtam elmenni. Korábban vettem már részt egyrészt Kati által szervezett különböző programokon, például ugye minden évben az ergométeres országos versenyt itt rendez meg, vagy a Flashben, vagy a Fehér Lóban. Aztán vakvacsorán vettem részt Katival, és hát például pont a vakvacsora az, ami a leginkább mondjuk engem lelkileg úgy megviselt. Nagyon nehéz volt nekem ezt végigcsinálni. Az ember úgy volt vele már, hogy a felénél nagyjából, hogy mindjárt lekapom azt a szemfedőt.
úgyhogy sok ilyen programon vettem már részt, most éppen úgy alakult, hogy nem tudtam. Ezért is kérdeztem, ugye nem feltétlenül emiatt az egy program miatt, hanem hogy ez nagyon fontos, hogy az ember megtapasztalja, saját maga tapasztalja meg, és aztán, hogyha ő már megtapasztalta, akkor ezt a gyerekeknek is átadja, mert hiszen alulról tud, egy kicsiktől kell elkezdeni ezt az egész történetet. Talán ők még jobban kibírnak egy másfél-két órás vacsorát szemle kötve, mint mondjuk egy felnőtt. Tehát nem is azt mondom, hogy nyitottabbak rá, de talán jobban van erre érzékük. Ugye az egy érdekes dolog, hogy nyilván őket picit ezt játéknak gondolják, persze. De ez nem baj, mert aztán valahol mégis a lelkük mélyen ott van az, hogy például azt hiszem, hogy a kerekesszékes kosarlabdánál volt, hogy hát milyen jó buli idézőjelbe, de azért, hogyha úgy végig gondolják, hogy onnan nincs kiszállás, akkor azért mindjárt más ez a történet. És azért ezt ők megérzik. Tehát nyilván ott azon a rendezvényen tetszik nekik, meg jaj de jó, jaj de ügyesen forogsz te is, de akkor, amikor úgy végig gondolják, és azért erre azt hiszem, hogy a szakemberek rá is mutatnak, hogy abból nincs kiszállás, hanem úgy kell élni az életét nap, mint nap, akkor biztos, hogy egész máshogy gondolják már. Öt intézményben volt tehát, ugye ha jól emlékszem, akkor 2 iskolában, általános iskolában és 3 óvodában. Mi minden történt itt a gyerekekkel? Mi mindent tapasztalhattak meg, amiről nagyjából itt a polgármester úr is beszélt, egy konkrétumokat, amik most történtek? De kimondottan a parasportra fókuszáltunk, de természetesen óvodában még arról, hogy kipróbálják a vakfutást, például mint egyik parasportot, ilyenre még nincs lehetőség, mert ők még picik ehhez. Azt próbálták ki, hogy hogyan tudnak mondjuk szlalomban, vagy különböző csíkon, bot vagy egy másik társ segítségével végigmenni, tehát nagyon az alapoktól kell kezdeni, és a nagyobbak, tehát a vagyis a felsős gyerekek már kipróbálhatták azt is, hogy mikor már végigmentek ezeken a pályákon, akkor egy picit már próbáljanak futni, mint az igazi látássérültek, akiket egy épp segítő visz a sportpályán. Ugye ezért tehát, is fontos, hogy ezt Kati vitte végig ezt a programot, mert hát ő pedagógus is, és látja ezt, hogy hogyan kell ezt fölépíteni pici kortól elkezdve egészen a nagyokig. Egy picit még az előző kérdésre hadd válaszoljak, amit alpolgármesternek adtál, hogy az önkormányzat, vagy hogy éppen most ezen nem tudtál részt venni. Én szeretném elmondani, hogy 2005 óta minden évben ezekre a programokra az önkormányzat anyagi támogatást és erkölcsi támogatást is ad. Tehát ez 16. éve lesz, hogy minden pályázaton ott van az elfogadás napja, az ergométeres verseny, a színes majális, a kék séta, tehát minden olyan rendezvény. És mennyi ilyen van most hirtelen egy összeszedve? Igen, ez mindenről szól, és ezt minden évben valóban, és akár az egészségügyi előadásokkal összekötve, vagy fiataloknak. Tehát a mindenféle programban próbálunk ott lenni, és mindet támogatja az önkormányzat. Úgyhogy ez alapján tudtuk így felépíteni a parasportot is, mert épp gondoltam, hogy 2005-ben volt az első, mikor a csörgőlabda válogatott itt volt, azóta többször volt már nálunk, illetve 2005-ben volt Krajnyák Zsuzsa, aki világbajnok, Európa-bajnok, kerekesszékes vívó, az utóbbi 3 évben meg itt volt Ricsi, aki most is kerekesszékes világbajnok, paralimpikon és Európa-bajnok, és mindegyik remek ember, tehát hogy azért a 16 év alatt itt voltak azok a parasportolók, akiket érdemes megmutatni, jelenleg is ott vannak a parasport történetében, és hogyha így a gyerekeknek erről is beszélünk, mint ahogy a kicsiknek is beszéltünk, illetve a nagyobbak, is természetesen akár filmeket lehet nézni. Nagyon klassz filmeket csinált a pályázat kiírója, tehát a Paralimpiai Bizottság olyan parasportolók életéről, amiket mondjuk egy középiskolában is, de szerintem felsőben is már meg lehet mutatni a gyerekeknek. Egy 7.-8. Igen, mert értelmes. Igen. Nagyon sok anyagot adott most ehhez, tehát ami egy támpont akár nekem is, akár azoknak, akik ezt szívesen csinálják. Tehát ezt csak így szeretném mondani, hogy az önkormányzat nagyon partner ebben az érzékenyítő folyamatban, illetve ez az egész, ami így felépül, tehát akár csak most lesz majd a kék séta, hogy
körülbelül 30-an voltunk a legelső, mikor megnyitott az autista ház, és ilyen 100-110-120-an vagyunk, tehát minden évben több. És ugyanígy, hát, mert mondom, azt így lehet, nem? Hogy vannak a szakemberek, van az önkormányzat, az önkormányzat vezetése, aki azt mondja, hogy itt vannak a mi szakembereink, és csináljátok, és csináljuk együtt, és mi támogatunk titeket, de megbízunk bennetek ahhoz, hogy ez, hogy tudjuk, hogy ez egy jó történet. Én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kezdeményezés volt most ez az új, nem? Abszolút mértékben, igen. Tehát, igen. Tehát én nagyon örültem ennek a kiírásnak, mert azt látom, hogy most már országosan is ez egy folyamat, és nagyon nagy szükség van rá. Tehát nekem most jó páran szóltak óvodákból, másik óvodákból, hogy miért nem voltunk ott, vagy más iskola, hogy miért nem voltunk. Legközelebb megyünk csak erre, majd szépen fel kell készülni, vannak nagyon jó tornatanárok, ez egy tornatermi klassz dolog lehet jövő február 22-én, és valóban kimagasló programokat lehet megcsinálni. Akkor nézzük a mostani programokat, mert csak nagyon-nagyon megy az időn. Igen, tehát az óvodában érzékenyítések voltak, inkább a kerekesszékes sportok kipróbálására, illetve a látássérültek sportjainak kipróbálására. Itt gondolok még az ülő röplabdára is, vagy az ülő... Ó, de jó. Igen, ott kerekesszék nem volt, tehát nem volt mint eszköz. Az iskolában már volt kerekesszék mint eszköz, amit ki tudtak próbálni, és nekem is nagyon megragadta a figyelmemet az a mondat, hogy jaj, de jó volt. Ezt én mindig átélem az elfogadás napjakor, hogy aki először ül benne, az azt mondja, hogy hú, de klassz volt kipróbálni. Igen, de következő évben megyünk, akkor már egy kicsit ő is nőtt, tapasztalatokat szerzett, már másképp látja. Tehát ez is egy ilyen felépített dolog, hogy először olyan izgi. Óvodába is kipróbáltuk, kis szőnyegen ülve, onnan le nem szállhatsz, csak a labdát dobhatod. Tehát ez mind majd felépül szépen. Tehát természetesen a helyi büszkeségünk, a Zsolt, a Pető Zsolt ott volt, mint parasportoló és sikeres parasportoló, tehát ő minden évben segít nekünk abban, hogy megmutassuk a diákoknak akár az ő életét, az ő küzdését, az ő sportját, de vele kapcsolatban akár az edzőinek, a Nagy Gábornak a munkáját, és most hoztak egy olyan eszközt, amivel kipróbálhatták, hogy milyen az, hogy mozgássérültként beleülni az ergométerbe, mert könnyű mondjuk nekünk húzni, vagy nekik húzni, de mikor le van kötve a felső testük, és egy speciális ülőkében ülnek, az egy teljesen, az nem olyan egyszerű, és még versenyezhettek is, hogy megvolt, hogy kikap ötöst, hogy mennyit húz a Zsolt, és mennyit próbálj meg húzni te, és nagyon jó eredmények születtek, mert bennük volt a versenyszellem. Én azt gondolom, hogy a diákok, a pedagógusok visszajelzése mind pozitív volt. Akkor folytatása következik, ezek szerint mindenki bólogat következő évben, hogyha lesz ilyen önkormányzat. Mindenképpen ez pontosan azért is jó volt ez a lehetőség, mert egy picit talán mi is meg tudtunk újulni, új ötleteket kaptunk, és jó lehetőség arra, hogy akkor ezt évről évre meg lehet csinálni. Lehet, hogy nem ekkora rendezvényként, egy kicsit kisebbként, meglátjuk majd, hogy forrásokat hogyan lehet oda irányítani. De úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa, és ezt folytatni kell. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a Pető Zsolt neve elhangzott, hogy ugye most lesz a sportgála, és ott külön kategóriában díjazzuk a parasportolókat is, de talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt Pető Zsolt kapta meg az év férfi sportolója díjat, tehát nem a para kategóriában, hanem úgy összkategóriában, és az is azt mutatja, hogy teljesen egyenrangúként kezeljük, és ez azt hiszem, hogy ez így van jól, mert az ő eredményei ugyanolyan munkát, ugyanannyi küzdést, ugyanannyi lemondást igényeltek, mint egy nem para sportoló esetében. Tehát akkor mindenképpen folytatás, én azt gondolom, hogy ezek a dolgok a fejekben dőlnek el, és az nagyon jó kezdeményezés, hogy tényleg óvodától általános iskolán, aztán majd a középiskolán keresztül ezeket megismertetni, átéreztetni ezekkel a gyerekekkel, hiszen ők majd egyszer felnőttek lesznek, és akkor ők már másképpen gondolkodnak, talán mint a mostani felnőttek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak, és mindezt megosztották, és akkor hát jövőre önökkel ugyanitt reméljük, hogy ugyanerről a témáról. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!